Üdvözlöm a Szerda Erzett műsor nézőit, és nem a stúdiónkban, de ugyanarról a helyről, ahol előbb beszéltünk a Szigeti Attilával. Üdvözlöm Kalmár Zsoltit. Zsolti, szia ezen a helyen is. Köszönöm, üdvözlök mindenkit. Tegnap játszódott le a Nyitra elleni mérkőzés, első benyomásaid. Hát igen, nem volt könnyű meccs, hiszen 2-0 jöttünk vissza, de úgy gondolom, hogy végigjátszottuk a mérkőzést, nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki, de a másik félben úgy jöttünk ki, hogy meg akarjuk nyerni a mérkőzést, de 15 perccel kaptunk egy újabb hideg zuhanyt, úgyhogy nem volt könnyű visszajönni a meccsbe, de sikerült, és nagyon boldogok voltunk meccs után, hiszen nagyon fontos 3 pontot szereztünk. Emlékszel ilyen mérkőzés, ahol első fél időben tulajdonképpen olyan puhatolózó mérkőzés volt, és a második fél idő pedig olyan lefelfutkározás, és ilyen nyitott focit játszottál volna? Hát nem nagyon emlékszek rá, de a másik fél időben, 2 után már mindent egy lapra feltettünk, hiszen volt, hogy 5-6-an támadtunk már, és akkor Pacsinda gólja az még egy lendületet adott nekünk, és akkor utána úgy éreztük, hogy ez meg lett ez a mérkőzés, és akkor ott egy bajófejes, és a végén pedig egy szerencsés gól, de megszerzünk 3 pontot. Igen, ez a úgymond Vabank, ez már a fél időben volt utasítás, hogy kinyitunk, vagy a második gól után mentünk? Hát a másik fél időben azért úgy volt, hogy ha megölük az elsőt, akkor próbáljuk a másikat rárugni, de akkor még nem volt az a túlzás offenzív játék, de a másik gólnál már edző is mondta, és mi is már mondtuk ott pályára, hogy menjünk feljebb, és akkor egy lapra mindent feltenni. Jó, ez volt a tegnapi mérkőzés, még visszatérünk hozzá, de neked volt egy története Dunaszerdáján, Lipcse, mind Lipcse vendégjátékosa voltál itt nálunk, és szezon előtt már úgy volt, hogy nem leszel a mi játékosunk. Itt volt egy időszak, amikor tényleg te se tudtad, hogy mi lesz a végeredménye. Ezek a hetek hogy teltek, milyen, ha lehet tudni, milyen ajánlataid voltak? Hát igen, nem volt könnyű, hiszen minden nap arra vártam, hogy milyen fejlemények vannak, hogy hova tudok menni. Voltak ajánlataim, de úgy gondolom, hogy semmik se olyan jobb fejlődésben, mint a szerdai, úgyhogy ezt fogadtam el, de és úgy gondolom, hogy nagyon jó döntést hoztam, hiszen itt már egy évet lejátszottam, ismernek, és tudom, hogy mit várnak tőlem, úgyhogy ezt már minden jobban fokozni. Egyik beszélgetésben azt hiszem mondtad, hogy te magad döntötted el, hogy Dunaszerdájának írsz alá 3 évre egy szerződést, nem a menedzsered döntött, viszont mikor volt a pont a ére, amikor eldöntötted, hogy na, akkor maradok? Hát körülbelül egy hónapja, hiszen gondoltam az ajánlataimat, és összehasonlítottam őket, és úgy gondolom, hogy ez volt a legjobb döntés számomra, és a fejlődés szempontjában, hiszen ha jó megy a játék, és fontosan játszok, akkor váltott szempontjából is egy előrelépés lehet számomra, és ezért is döntöttem meg, hogy ismerek itt, beilleszkedtem a csapatba, nem kell akkor új közegbe beilleszkednem, és most az a legfontosabb, hogy ilyen fiatalon, hogy játszak, és ezért döntöttem így. Fontos legyen, hogy minden szezonban legyen itt egy 3-as magyar légió, ugye? Hát igen, most a Vida Máté jött hozzánk, úgyhogy Mel Bence elment, de így is van a 3 magyar, de úgy gondolom, hogy ez a csapatban semmi vitát nem terjeszt, úgyhogy mindenki nagyon jó kérünk. Zsolti, volt ez az időszak, amikor hát nem volt edzéseken, individuálisan edzettél, de az nem az igazi. Mit csinál ilyenkor a sok kávézáson kívül egy játékos? Hát nekem van egy erőti edzőm, a saját erőti edzőm, azzal minden nap dolgoztam labda nélkül labdával, van akkor gyorsági edzések, vagy erőléti edzések, vagy erőedzés, úgyhogy megkaptam azt a terjést, amit egy felkészülés alatt kell, de azért egy meccs szituáció az egy más tészta, hiszen az ott kitámasztott gyors, lendületes mozgások ennek, és az még az első 2 meccs azért nem volt bennem, éreztem is, úgyhogy most már egyre jobb erőtből vagyok, és egyre jobb formával lendülök, úgyhogy ezt próbálom még jobban fokozni. Ha 100%-ba meg lehet mondani, akkor hol tartasz most? Hát úgy érzem, hogy ilyen 90%-ba vagyok, és közel a 100%, hiszen azért még van mit javítani a formálom, de úgy gondolom utolsó
két-három érkezésen jó, a játék gól passzattam, úgyhogy ezt várom magamtól. Nem hagyhatjuk ki a Európa Ligás szereplést? Hát igen, amikor Dániel voltam, akkor játszott Európa Liga meccset Hajdúspit ellen, de itt azért úgy gondolom, hogy így 25 év után, hogy tovább jutottunk az első körön, az egy nagyszerű eredmény, és kaptunk egy Minsket, aki azért fizikálisan erősebb volt nálunk, de szerintem játékban nem nagyon, de egy tapasztaltat csapat jutott tovább, úgy gondolom. Úgyhogy van mit még fejlődünk erre a szintre, hiszen fiatal játékosok vagyunk. Most szinte nagyon sokan most játszottak először a programérkőzést, és reméljük, hogy jövőre is egy ilyen szintre lehetünk jutni, hiszen bajnokságok, akkor jó teljesítményt nyújtunk. Igen, most már két mérkőzés, Minsk elleni mérkőzés után könnyű elemezni. Pont azért is kérdezem meg, hogy most ezzel a tudattal, két meccs után vagy, mit csinálnál te más, hogy nem mint edző, hanem mind játékos? Hát nehéz megmondani, hiszen azért első meccsen volt az a szansunk, hogy 2-1 legyen nekünk, ne 2-1 és akkor már más lett volna az eredmény, hiszen akkor az adrenalin tovább vitt minket volna, hogy 10 emberre kiharcoljuk a győzelmet. Idegen viszont 1-0-nál volt félidő, úgy mentünk ki, hogy átálltunk 3 védőre, és akkor több támadót vittünk fel a pályára, úgyhogy meg volt a kockázat, hogy több gólt kapunk, de meg volt az is, hogy rúgunk, úgyhogy az így sült el, úgyhogy nem, nincs mit szomorkodnunk, megyünk tovább. Visszatérünk a Fortuna Ligás mérkőzésekre. Tulajdonképpen, amióta Hibola edző, eléggé változatos az, hogy milyen rendszerben játszunk. Neked melyik rendszer, amivel előrukkolt a Hibola, melyik legjobb? Hát igen, most azt a rendszert próbáljuk játszani, amit már 3-4 éve ebben vagyok, hiszen a Németországban is ezt a rendszert játszottuk, amikor oda mentem, úgyhogy ez nem újdonság nekem, de ez a 4-1-2-1-2 felállás azért egy más filozófia, mint a Rossié, hiszen ez egy kicsit gyorsabb és sok futással járó, de úgy gondolom a csapat ezt nagyon jól reagálta és nagyon jól hozzászokott, úgyhogy ezen próbáljuk még jobban jelenteni, hogy minél jobban támadom és eredményesebb legyünk. A magyar válogatott szövetségkapitánya Marco Rossi, aki tökéletesen ismer téged, te is ismered őt. Az, hogy ismer, miben előny és miben hátrány? Hát ez nehéz mondani, de én úgy vagyok, hogy a saját kezemben a sorsom, hiszen most ha játszok meccseken, de nem játszok jól, akkor nem érdemlem meg a meghívót, úgyhogy mindenképp azon vagyok, hogy jól játszok, jó teljesítmény nyújtsak, gólt, passzokat adjak, úgyhogy ezzel tudom szerintem feljönni magamra a figyelmet. Úgyhogy nagyon örülök, hogy tényleg rossz lett a kapitány, hiszen egy taktikailag és fegyelmezett edzőt vittek oda, akik szerintem képes rá, hogy megváltoztatja ezt a sikertelen eredményeket, úgyhogy remélem, hogy részese lehetek, és mindenbe el fog adni, hogy visszakerüljek a váltottba. Mi a különbség a két edző között? Ne, minden edző más, én azt tudom mondani, hiszen a rossznak is van egy filozófiája, a most edzőnek is van egy filozófiája, úgyhogy ezt azért nem volt vagy nehéz egy kicsit fejbe átállni, de úgy gondolom, hogy a csapat ezt teljesen megoldotta, és még azért ebben a folyamatban vagyunk, hogy még jobban, még tökéletesebben ezt a német mentalitást átvegyük, és ott legyünk. Igen, akkor tulajdonképpen az, ami jellemző Rossira, hogy hozta olasz felfogást, hát igen, akkor az a Hibolára még a német hát felfogás. Hát igen, ez persze minden országnak, minden nemzetnek meg van a saját elképzelése, úgyhogy meg kell szokni. Itt szemben ül a Magyar Légia második, harmadik tagja, vagy azt mondjam, harmadik a legfiatalabb. Vida Máté. Mivel töltődök a szabad időket, milyen játékkal, és ki az, aki mindenben győz? Ha a szabad időben, akkor vagy PlayStation-ünk, vagy Rikikizünk, vagy ilyen kártyajáték, hogy abban szoktunk játszani, mint a Christopherre, a más Lacival, úgyhogy mindig van idő mindenre, úgyhogy, de hát aki nyer, az általában én szoktam. Nem, azért mindig változó, úgyhogy valamikor veszít az ember, valamikor győz, ez ilyen. Hova szeretsz járni, relaxálni? Hát szoktam így ilyen élményfűről menni, amikor így egy kicsit fáradtabb vagyok, de inkább otthon a barátnőmmel szoktam
pihengetni, vagy ha van egy kis szabadnapom, egy nap akkor el szoktunk menni, egy kicsit kikapcsolni, kirándulni, vagy Pesten, vagy akárhova, ahol kicsit kettesbe, és ott kicsit tudunk pihenni. Az itteni konyhából mi az, amit megszerettél? Hát így nehéz elmondani, hiszen úgy gondolom, hogy amit egy profi klubnál meg lehet kapni, azt megkapjuk ott a konyhán, az étel, azt, amit kell az edzésükre bevinni, szénhidrátot, azt megkapjuk. Hát én inkább ilyen rizs csirkét szoktam venni általában, hogy azt szeretem, de a meccsek után inkább ilyen tésztát szoktam venni, úgyhogy ezt, amit mint egy focista kell, azt szoktam. A csapattal szerinted mit érhetünk el ebben a szezonban? Hát a saját célom az, hogy az első háromban végezzünk, hiszen úgy gondolom, hogy a csapat az képes rá, és ha ilyen alázatos, ilyen kemény munkával beleteszünk, akkor sikerülhet is. Így egyéni célok, hogy jó teljesítményű, csak minél több gólt szerezek, és hogy a váltatba visszakerüljek. És gondolom, hogy kemény munkával és alázattal ez sikerül is. Erről rá egy ellen. Hát már lehet, hogy jó lenne, és jól is esne, ha már 100%-ot tudnál a te elképzelésed szerint bemutatni. Így is jó, de ez a 100% minél hamarabb legyen meg. Ezt kívánom, és köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.